Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A mosoly, amit megérdemel. November a fogászat hónapja. Halálos balesetek. A biztonsági öv megvéd. Varázspálca. Továbbképzés fúvószenekari karnagyoknak és zeneiskolai tanároknak. Velünk élő örökség. Kiállítás nyílt Tanai Guzorán Anna alkotásaiból Szekszárdon. A szép mosoly, az ápolt fogazat, a kellemes lehelet alapvető higiénia és esztétikai elvárás, ezért nagyon sokat tudunk mi magunk is az otthoni fogápolás során tenni. Erről beszélgettünk szakértőnkkel, dr. Szőcs Tamás fogorvossal. Minden év novemberében a fogászati hónap keretében fogaink egészsége kerül a figyelem középpontjába. Általában egy évben egyszer elmegyek ellenőrzésre, és amit olyankor kell, azt a fogorvos megcsinálja. Fogkőlevétel, tömés, pótlás, ilyeneket. Ez az egyik legnagyobb országos kampányidőszak, amikor a szakemberek felhívják a figyelmet a szájhigiénére, és erről beszélgettünk dr. Szőcs Tamás fogorvossal, illetve arról, hogy mire kell figyelnünk, hogy tudjuk megelőzni a fogbetegségek kialakulását. Leginkább szűrővizsgálatokkal lehet megelőzni. Évente 2 javasolt, tehát magyarul fél évente érdemes eljárni fogorvoshoz. Ugye ez a gyermekeknél meg is történik, mert a suliban eljárnak 2-szer fogászatra, és ott akkor javasolják is azt, hogy ha valamit kell csinálni, azt nyilván érdemes is megfogadni, mert sokszor sajnos halljuk, hogy nem mennek vissza a gyerekek, és akkor később kialakulnak már gondok. Úgyhogy hát a legfontosabb így röviden az, hogy szűrővizsgálatokra érdemes eljárni felnőtteknek is, gyerekeknek is. Előjáróban fontos tisztázni az alapkérdést, hogy miért is kell rendszeresen fogat mosni, és naponta hányszor szükséges mindezt megtenni. Napi 2 fogmosás az mindenképpen javasolt, reggel este. Az időtartamra egy nagy átlagban 2 perc van belőve, hogy addig érdemes. Ez ugye attól függ, hogy valaki kézi fogkefével mosfogat, vagy elektromossal. Az elektromosokban általában is van kódolva ez. Úgyhogy ott egy picit így egyszerűbb, úgymond a kontroll, de kézi fogkefével is ugyanúgy tökéletesen meg lehet mosni. Itt igazából nem is az idő, hanem az alaposság, ami a legfontosabb. Mint a szakértőtől megtudtuk, fontos a szájvíz használata is, hiszen segítségével különböző szájüregi problémáinkra nyújthat megoldást. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fogainkról való gondoskodás, a megelőzés gondolata épüljön be már fiatalkorban. Perccel múlt Szobra Filóné Ferenc Ibolya polgármester asszony javaslatára a képviselőtestület 2023. április 26-án kelt határozat alapján került ide a szülőház kertjébe, amivel megtalálta a végső és méltó helyét. Jó lehet, a döntés az említett képviselőtestületi ülésen született meg, de már jóval korábban az egykori keri épületének hasznosításának meghatározásakor körvonalazódott, hogy a honvédtábornok szobrát a restaurálást követően új helyre kell költöztetni. Így esett a választás a szülőház kertjére. A döntés, folytatta Bischoff Tamás, egybeesik az alkotó Szabó György szobrászművész kérésével is, aki látogatásakor megtekintette a szobor felújítását, kijelölte a parkban az alkotás helyét. Az elődök megteremtették, mi megőrizzük, példát mutatunk utódainknak, koszorúinkkal. A hűséggel, a hagyományhoz, hűséggel a hazához, fűzte hozzá az igazgató. Tolna vármegye útjain az elmúlt 10 hónapban 17 halálos baleset történt, ezekben 20-an vesztették életüket. A tragédiák nagy része megelőzhető lett volna a biztonsági övek használatával. Az elmúlt 10 hónapban 17 halálos közlekedési baleset történt Tolna vármegyében, ezekben összesen 20-an vesztették életüket. Az elhunytak 10 esetben voltak kötelezettek használni a biztonsági övet, mondta Komlósiné Kis Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Sajnos nagyon magas annak az aránya, hogy a 10 balesetben, amelyben kötelezettek lettek volna az elhunytak a biztonsági övet használni, 6-an amiatt haltak meg, mert a biztonsági övet vagy egyáltalán nem használták, vagy pedig nem rendeltetésszerűen csatolták be. A hatóságok fokozott figyelemmel ellenőrzik a biztonsági öv használatát, mondta a szóvívő. A megfelelő biztonsági intézkedések életet mentenek. Ez idáig
Az első 10 hónapban 5900 esetben intézkedtek kollégáim, közigazgatási eljárást indítva a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Az elmúlt napokban egy nap alatt volt 60 olyan járművezető, illetve utas, akik a becsatolt biztonsági övet nem használták. A szóvívő hozzátette, a vármegyében a sérüléses balesetek száma összességében kevesebb, mint korábban volt. Közel 3 milliárd forintos járműipari beszállító fejlesztési program indul, cél a magyar vállalkozások megerősítése, mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerdai közleménye szerint Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár. A kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve járműipari beszállító fejlesztési programot hirdet 2,9 milliárd forintos kerettel. 2023-ban egy pilot program fog elindulni, a támogatási program forrásai pedig 2024-ben nyílnak meg teljes körűen, figyelembe véve a tapasztalatokat. Fábián Gergely kiemelte, a program általános célja, hogy a járműiparban és az akkumulátoriparban egyaránt növekedjen a magyar beszállítók által képviselt arány. A program keretében a Magyarországon működő nagyvállalatok, mint megrendelők egy közös fejlesztési tervet alakítanak ki már meglévő vagy potenciális beszállítójukkal, amely alapján a beszállító magasabb hozzáadott értékű termékkel vagy új termékkel tud részt venni a gyártásban. Az Energiaügyi Minisztérium a környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése, valamint a magyar emberek egészségének védelme érdekében szigorítja az ipari létesítmények kibocsátására vonatkozó határértékeket, és erről egyeztetést kezdeményez az Országos Környezetvédelmi Tanáccsal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve társadalmi egyeztetésre bocsájtotta az erről szóló rendelettervezetet. A kormánynak minden beruházó irányába határozott elvárása, hogy a tevékenységük vonatkozó környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb szabályokat betartsa. Ezt a hatóságok folyamatosan ellenőrzik, és amennyiben az ipari üzemek működése nem a jogszabályi előírásoknak, illetve az engedélyben foglaltaknak megfelelően történik, a hatóság a környezet és a magyar emberek védelme érdekében megteszi a megfelelő lépéseket, hangsúlyozták. Az Energiaügyi Minisztérium az eddigi gyakorlatnak megfelelően a hatósági tapasztalatok, valamint a lakossági észrevételek figyelembevételével idén is felülvizsgálta az ipari létesítmények kibocsátási határértékeit, melynek alapján a határértékek szigorítását javasolják. A Magyar Fúvós Zene és Mazsoret Szövetség, a Metronom Kft. És Dombóvári Alapfokú Művészeti Iskola közös szervezésében került lebonyolításra a Varázspálca Fúvós Karnagyi Továbbképzés 2023. november 10 és 12-e között. A képzés nemzetközivé vált, hiszen nem csak országunk minden területéről, de Romániából, Erdélyből is érkeztek jelentkezők. Zenei szervezetek és művészeti iskola közösen rendezett fúvóskarnagyi továbbképzés Dombóváron. A Magyar Fúvós Zenei és Mazsoret Szövetség, a Metronom Kft. És a Dombóvári Alapfokú Művészeti Iskola együtt tartotta a Varázspálca elnevezésű háromnapos képzését november 10 és 12-e között. 8 évvel ezelőtt, amikor a Magyar Fúvós Zenei és Mazsoret Szövetség vezetésével kollégáim megtiszteltek, megbíztak, akkor az elnökséggel célul tűztük ki, hogy lehetőség szerint éves rendszerességgel, vagy akár több alkalommal is olyan karmester továbbképzéseket, kurzusokat tartsunk, és tartunk azóta is, amelyek az amatőr fúvózenei életben, én azt gondolom, hogy sokat tudnak segíteni a kezdő, vagy már tapasztalt karmesterek részére is. A képzés során délelőtt és délután is tartottak foglalkozásokat. Elméleti tudás gazdagítását segítő előadások tették ki a program jelentős részét. Két kiváló szaktudású mester, Szabó Ferenc Hidas Frigyes díjas karmester, a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti karának művésztanára, a Mafumasz elnöke és Markovics Gábor Hidas Frigyes díjas karmester, a Mafumasz elnökségi tagja, a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar karnagya vezetésével zajlott a továbbképzés. Jelenleg a Mafumasz Magyar Fúvós Zene és Mazsoret Szövetség, valamint a Metronom Kft. Közös szervezésében egy országos háromnapos kurzus van jelen pillanatban az iskolánkban, ami tulajdonképpen egy hagyomány is már, mert a Magyar Fúvós Zenei
és Mazsoret Szövetség elnöksége célul tűzte ki az elmúlt 8 évben, hogy vidéken segítünk az ifjú karmester kollégáknak, művészeti vezetőknek, és most 8. alkalommal kerül itt Dombováron megrendezésre. A Varázspálca fúvós karnagyi továbbképzés első napján a dombovári ifjúsági fúvós zenekar közreműködésével gyakorlati foglalkozást is tartottak. A cél az mindig az, hogy tanuljon az ember, mert hiába ott van már a kezében a tudás, vagy hát legalábbis azt gondoljuk, hogy ott van a tudás, azért mindig lehet tanulni, és a nagyoktól meg mindig kell is tanulni, azt gondolom. Úgyhogy ez életünk végéig ez van. Az ország távoli vidékeiről is érkeztek tanulni vágyó muzsikusok, még Erdélyből is jöttek fúvós karnagyok, akik Szabó Ferenc instruálásával dolgozhattak mozdulataik finomításán. A dombovári 3 napos kurzus nagy sikerrel ért véget. Lehetőség nyílt arra, hogy a népegészségügyi termékadóra kötelezett cégek a befizetéseik 10%-át az aktív életmódot és a napi testmozgást elősegítő programokra és fejlesztésekre ajánlhassák fel, jelentette be a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz azt mondta, az idei költségvetésben 85 milliárd forint népegészségügyi termékadó bevétellel számol a kormány, így akár 8,5 milliárd forint is rendelkezésre állhat az aktív Magyarország programjaira. Közölte, azért, hogy a cégeket meggyőzzék a felajánlásokról, egészségügyi és más szakemberekből megalakult a NETA bölcsek tanácsa. A garancia arra, hogy a befolyó összegeket hatékonyan használják fel. A politikus kitért arra, hogy a magyar lakosság egészségi állapota rossz, magas a szív- és érrendszeri, a daganatos mozgásszervi és a cukorbetegek aránya. A várható élettartam pedig 4,5 évvel marad el az unió átlagától. Nemzetközi összehasonlításban a magyar lakosság keveset mozog, azonban átfogó programokkal, kampányokkal, összefogással ezen változtatni lehetne, emelte ki. Kiállítás nyílt Tanai Guzorán Anna alkotásaiból Szekszárdon. Tanulmányait Pécset, Szombathelyen és Kaposváron végezte. Alkotó tevékenységét az iparművészet ezen belül a textil műfaja jellemzi, de szívesen kalandozik a képző és iparművészet más kifejezési lehetőségei között is, így például a zománc és festészet is megjelenik. Közel működött a Bonyhádi Székelykör, a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület táncosai. Tanai Guzorán Anna alkotásaiból nyílt kiállítás Örökség címmel. A névválasztás, mint mondja, tudatos választás volt. Általam megismert népművészeti motivumokat összetudom kovácsolni a Magyarország, Kis Magyarország és Nagy Magyarország tájairól. Ez mindig is foglalkoztatott, és ezért tulajdonképpen ezt a munkát választottuk címadó munkának, és az egész kiállítást e köré fűztem föl. De örökségnek tekintem mindazt a hagyományt, nem csak a néphagyományt, hanem mindazt a hagyományt, azt a szellemi kultúrát, amit megörököltem. A tárlat megnyitóján köszöntőt mondott Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, és Rül Gizella, a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat ötletgazdája, a rendezvény társszervezője. A tárlatot baráti, kedves szavakkal nyitotta meg a bonyhádi polgármester, Filóné Ferenc Ibolya. Talán így is kapcsolódik a gondolatmenet a mai kiáltáshoz, pedig és a képzőművészeti kör kapcsolata, hogy ma már Tanai Guzorán Anna az, aki ezt a képzőművészeti kört vezeti Bonyhádon, ahova ő hazatért Győrből, hiszen Bonyhádi volt, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy nem csak polgármesterként jöttem erre a kiáltásra megnyitni, hanem mint volt egykor iskolatárs is, hiszen mi osztálytársak voltunk, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy Anna újra Bonyhádi lett, hogy a bonyhádi gyerekeket tanítja. Tanai Guzorán Anna, a Bonyhádi Képzőművészeti Körvezetője, a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat részeként állította ki műveit, melyek megtekinthetőek december 4-ig a Babits Mihály Kulturális Központban. Regionális híreink következnek. Nem törvényes jövedelem és alpolgári tisztség. Kérdésekkel bombázták a tisztségviselőt Pécsen. Kedveznek a pécsi ingatlan tulajdonosoknak. Kampányszagú kedvezmény a polgári oldal szerint. Még mindig várják a 400 milliójukat.
vizsgálat a Pécsi Társulás inkasszójáról az önkormányzaton. $40 milliót vehetett fel törvénytelenül Pécs alpolgármestere, erről beszélt a Tiszta Kezek frakció a közgyűlési ülésen. Ezért azt tudakolták a tisztségviselőtől, hogy mik a tervei a pénzzel, illetve lemond-e a posztjáról. A politikusok szerint ez az eset hasonlít a szekszárdi polgármester ügyére, amiben a tolnai városvezető belebukott. Ez Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester vagyonnyilatkozata. Az első részben ingatlan vagyonáról számol be, majd következnek a nagyértékű ingóságok, értékpapírok, megtakarítások. A jövedelem résznél talált olyan havi bevételt a Tiszta Kezek frakció, amely szerintük törvényesen nem megengedett. Egy KFT-től kapott havi 200 000 forintos juttatást, alpolgármesterként ezt nem vehette volna fel. A frakció vezető asszony azt mondja, ezért kérdéssel fordulnak az ügyben a városvezetéshez. Mint ahogy a vagyonnyilatkozatban is olvasható, a Focus Ventures ZRT-től vette fel a havi jövedelmeként megjelölt 200 000-et. Bognár Szilvia szerint hasonló ügybe bukott bele a szekszárdi polgármester. Nagyban hajaz egy szekszárdi ügyre, ahol a polgármesternek le kellett mondania, hiszen a törvénybe ütköző módon máshonnan is származott jövedelme. Ruzsa Csabánál a véleményünk szerint ugyanez a helyzet, jövedelme származott a vagyonbevallása szerint is máshonnan. Tisztségviselőként törvény tiltja, hogy ilyen megtörténhessen. Még a napirend előtt az ülés kezdetén a Tiszta Kezek politikusa azt kérdezte Ruzsa Csabától, hogy mikor fogja visszafizetni a szabálytalanul felvett alpolgármesteri díjazást, hiszen az önkormányzati törvényt megszegve a Focus Ventures ZRT-től vett fel havi több 100 000 forintot, miközben alpolgármesteri fizetését is zsebre tette ugyanebben az időszakban, ami nagyságrendileg 40 millió forintot jelent. Rákérdezett arra is, hogy nem kíván lemondani a polgármesteri pozíciójáról ezek után. Ezekre kell válaszolni a kérdések órájában az ülés délutáni részében, amiről később beszámolunk. A helyi építményadó rendelet módosítása is napirenden volt a Városházán kedden. Mostantól nagyobb lakások is bekerültek a mentességi körbe. A polgári oldal javaslatát vették át, mondja a politikus, szerintük kampányszagú döntések jönnek most a választásokat megalapozva. Az ingatlan adó módosításai szerepelt a keddi közgyűlési ülésen Pécsen. A baloldali városvezetés korábban ugyan elutasította az ÖPE képviselőinek indítványait, most mégis rendeletbe akarja foglalni az elképzelést, mondja Berényi Zoltán. Hol az ötletet fölkarolva, hogy a kezdeményezést magukévá téve, nem ez az első eset, de a lényeg, hogy végre az osztatlan közösben élők is, főleg Pécs hátrányos település részein jelentős építményadó kedvezményben, azaz egy 65 négyzetméterig eltörlésben fognak részesülni. Ez örömteli, üdvözlendő. Vagyis a döntés alapján 65 négyzetméterig nem kell építményadót fizetni a pécsi lakások után. Az ÖPE frakció vezetője szerint másképpen is jutalmazhatnák az ingatlan tulajdonosokat. Mindenképpen szeretnénk, hogyha egy adórendelet az nem egy választási kampány részeként módosulna, mert ez nagyon úgy tűnik, hogy most csak arról van szó, hanem azt szeretnénk, hogy távlatos gondolkodás jellemezze, azaz olyanoknak is adjunk építményadó kedvezményt, akik beruháznak tulajdonképpen az épületükbe, és nyilván jellemzően most energetikai korszerűsítést hajtanak végre. Tehát a javaslatom konkrétan az, hogy akik energetikai korszerűsítést hajtanak végre az építményükön igazoltan, azoknak engedjük el az építményadót, ezzel elismerve azt, hogy a városnak ez fontos. Végül ezt a javaslatot nem támogatták. A városvezető azt mondta, a távfűtés a megoldása a zöld beruházásokra. Arra kell áttérnie mindenkinek, hiszen biomassza kazánok termelik a hőt. A polgári oldalról erre azt válaszolták, hogy 3 millió köbméter fát tüzeltek el ezekben az utóbbi években, amiről a bíróság is kimondta, hogy helytálló adat. Az erdők kiirtása pedig nem nevezhető környezetkímélő megoldásnak. A Pécsi Többcélű Agglomerációs Társulás számlájáról emelt 400 millió forint ügye is szóba került a testületi ülésen Pécsen. Mint ismert, az ügyészség véleménye szerint is törvénytelenül emelte le a pénzt a város tavasszal, amikor ki akart lépni a szervezetből. A tranzakció a város jegyzője szerint is jogilag aggályos.
Újra a képviselők elé került a pécsi több célú agglomerációs társulás számlájáról leemelt 400 millió forint ügye a keddi közgyűlésen. Mit ismert a vármegye székhelyi vezetése döntött úgy, hogy inkasszózza ezt a pénzt? A közgyűlés az javaslat szerint el fogja rendelni a belső ellenőrzési vizsgálatát annak az ügynek, ami ugye abból ered, hogy a város ügyészségi gyanú szerint jogtalanul, jogellenesen inkasszálta, levonta a pécsi agglomerációs társulásnak a 400 millió forintos számláját. Ez az a társulás, amely egyébként szociális intézményeket és bölcsödéket tart fenn, tehát nagyon fontos célokat szolgálnak. Pécs és a környezetében található települések összesen 42 alkotja a több célú agglomerációs társulást. Ettől vonta el a gyanú szerint büntetőeljárásban megvizsgálandóan jogtalanul, jogellenesen a baloldali pécsi városvezetés ezt a 400 millió forintot, ezzel nyilvánvalóan veszélyeztetve, akadályozva azt a munkát, ami ezekben a szociális intézményekben és a bölcsödékben zajlik, tehát az idős Pécs és Pécs környéki, illetve a Pécs és Pécs környéki gyerekek mindennapjait és megfelelő, biztonságos gondozását, nevelését veszélyeztette ezzel a magatartással a pécsi önkormányzat. Pécset például az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központot, valamint az Integrált Nappali Szociális Intézményt működtetik. Azonban a pénzelvonás veszélyezteti a mindennapi munkát. Egyébként a pécsi városvezetés olyan jogi helyzetet vázolt fel a 400 millió elvonásának okaként, ami a társulás vezetői szerint nem áll fenn. Még a szervezetből is ki akartak lépni tavasszal, amiután megtörtént az inkasszó. A városi érvek súlyát jelzi, hogy a pénzelvonás után Pécs jegyszője is kifogásolta az önkényes tranzakciót és jogtalannak nevezte. A 400 millió egyébként azóta sem került vissza a kistérségi társulás számlájára. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. A mosoly, amit megérdemel. November a fogászat hónapja. Halálos balesetek, a biztonsági öv megvéd. Varázspálca, továbbképzés fúvószenekari karnagyoknak és zeneiskolai tanároknak. Velünk élő örökség, kiállítás nyílt Tanai Guzorán Anna alkotásaiból Szekszárdon. Csütörtökön délelőtt frontmentes nap várható, de délután egy meleg front érkezik a térség fölé a magasban. A reggeli délelőtti időszakban a délnyugati határmegyékben lehet párásság, ködfelhőzet, majd ez várhatóan eloszlik, és országszerte napsütéses idő alakul ki. A délután folyamán nyugat felől fokozatosan vastagodó felhőzet sodródik az ország fölé. Estére zömében felhős égbolt alakul ki, megélénkül a déli szél. Éjszaka erősen felhős égbolt mellett elszórtan szerte az országban várhatóak, többségében még csak kisebb esők, szemerkélések. Hajnalban azonban egy kiadósabb esőket, hevesebb záporokat adó csapadékmező érkezése várható délnyugat felől terjeszkedve. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra,